Kedves elsősök! Ha iskolánkat, a Garai János Általános Iskolát választjátok, akkor ebben az osztályteremben fogunk tanulni. Kitti néni vagyok, az én tanítópárom, Edith néni. Mi leszünk az A-osztályban. Szüleitekkel talán már beszéltetek is róla, hogy melyik képzési formát választjátok, a német nemzetiségi nyelvet, vagy az angolt. Engem Claudia néninek hívnak, a tanítótársam Anita néni lesz. Mi pedig itt a B-osztályban várunk benneteket. Elárulok nektek egy titkot. Nálunk mindkét osztályban lesznek angolosok és németesek is. Úgyhogy már csak azt kell eldöntenetek, hogy A vagy B osztályosok szeretnétek lenni. Ha körülnéztek az osztályteremben, látjátok, hogy a padokat összetoltuk. Így dolgozunk majd második osztálytól, ha csoportban oldjátok meg a feladatokat. Az első osztályban azonban még az írás-olvasás tanulásakor fontos, hogy a táblával szemben legyetek. Rengeteg eszközzel dolgozunk, babzsákkal mondókázunk, bábozunk, logikai készlettel és korongokkal játszunk. Az órákon használjuk a hagyományos táblát is, amire krétával írunk. És a digitális táblát is, amit mindenki nagyon szeret. Itt a szőnyegen jókat beszélgetünk majd arról, hogyan telt a hétvégétek. Vagy mi történt veletek az előző napokban. Sok-sok mesekönyvünk van. Minden napra jut egy mese. Terveink szerint én fogom tanítani a matematikát, de most gyertek, megmutatom nektek a kedvenc birodalmamat. A tornaterembe. 800 négyzetméteren rengeteg eszköz áll rendelkezésre ahhoz, hogy jó hangulatban teljen el minden testnevelés óra. A táncteremben tükrök és sportpadló segíti a mozgásformák kivitelezését. A nagy udvaron közkedvelt a műhüves pálya, a fészekhinta és a pókhálós mászóka. A megújult belső udvaron pedig lehet kosárlabdázni, hintázni, mászókázni vagy akár mókázni. Reméljük, sikerült felkelteni az érdeklődéseteket, és hamarosan találkozunk. Várunk benneteket szeretettel! Sziasztok!